Mi is ez a központi kormányzati busz, a KKSB busz, ahogy mi a projektben magunk között csak nevezzük. Ennek a lényege abban foglalható össze, hogy ez egy informatikai platform, egy informatikai közvetítő közeg az állami szervek által kezelt közhiteles nyilvántartásokban szereplő adatoknak a kapcsolatát teremti meg tulajdonképpen. Ennek az új fejlesztésnek a hasznossága leginkább abban ölt testet, vagy abban foglalható össze ennek a lényege, hogy egyrészt ingyenes lesz mindenki számára, nem csak a bíróság, hanem így az ügyfelek számára is. Az ügyintézés lényegesen könnyebbé válik, és sokkal hatékonyabb lesz a bíróságnak a saját ügyintézése is. Ami még nagyon fontos és hasznos az a jogkereső állampolgárok számára, hogy már nem is lesz egyáltalán eljárási kötelezettségük sem bizonyos adatoknak a szolgáltatására. Ezen a platformon keresztül hozzánk beérkező vagy lekérhető adatok, azokat a bíróság már saját adataiként kezeli, és nem fogja az ügyfelektől kérni. Ez időt is megtakarít az ügyfeleknek, az ügyintézés nehézségein nagyon sokat segít, javít. Legtriviálisabb példa erre, hogy a földhivatali nyilvántartásokhoz való hozzáférés. Ma Magyarországon egy tulajdon, egy ingatlant érintő tulajdoni pert nem lehet egész egyszerűen megindítani tulajdoni lap nélkül. Az ügyfélnek el kell menni a földhivatalhoz, azt ki kell kérni, ez ráadásul nem is ingyen történik, ezzel vesződtség van, ezzel időt veszít az ügyfél. A csatlakozásunk után pedig a bíróság ezeket automatikusan maga a bíró vagy a hozzábeosztott igazságügyi alkalmazott fogja lekérni, magát a tulajdoni lapot is, és ezáltal megspóroljuk az időt is és a pénzt is az ügyfélnek. Nem mellesleg a bíróság is időt spórol ezzel, hiszen ha az ügyfél nem csatolja most e pillanatban ezeket, mondjuk például a tulajdoni lapot, akkor bizony hiánypótlási eljárás kezdődik, ami megint egyrészt pénzbe kerül és időbe is. A fejlesztések iránya kettős. A legelső sorban nekünk a dolgunk az informatikai fejlesztéseknek vagy eredményeknek a létrehozása. A másik eredmény, amit el kell érnünk, az az, hogy legyen egy olyan nagy valószínűséggel a mostani tervek állása szerint egy országos bírósági hivatali elnöki szabályzat, ami majd a jogosultságok kezelését fogja rendezni. Ennek az új rendszernek a majdani bevezetése a bírósági dolgozó számára semmilyen többlet feladattal nem fog járni. Szó nem lesz semmiféle új adminisztrációról, vagy valamiféle nyilvántartás vezetési kötelezettségről. Éppen ellenkezőleg ez az új rendszer, ez egyszerűsíteni fogja valamennyi bírósági dolgozónak a munkáját.